Kontrollnak ugye nagy sikertörténete volt. Mikor érezted, mi volt ez a pillanat? Már a bemutató előtt érezted, hogy nagy közönség siker lesz? A hétvége előtt, mikor elindult a film, már a levegőben volt. Meglepett téged ez a siker? Illetve az a nemzetközi siker, amit ezután bejárt. Még egy kérdést a végére vigyeztek, hogy ki a leghíresebb rajongója a filmnek, vagy ki az, akit meglepődtél, visszajelzett, hogy neki is tetszett a film. Amikor az Alan Parker mondta, hogy bírta, az, mivel az angyal szív nekem, és több filmje eljött, az egy jó érzés volt. Bocsánat, mi volt az első? Hogy a magyar sikert érezted előre, közönség sikert. Az a furcsa nekem, hogy én elmentem utána közvetlen, és tudod, nem volt egy érhezhető hullám, szóval nem az volt, hogy az emberek jöttek, szóval nem volt egy ilyen érzés a dolognak. Az évek alatt egyszer hazajöttem, hogy 5 évre rá, és láttam, egy 18 éves srác hordott egy kontrollpólót. És annak így baromira örültem. Meg is álltam, és oda mentem hozzá, és mondtam, hogy köszönöm. De nem egy... Most, hogy itt ültök, és ilyeneket föltesz, ilyen kérdéseket egy kicsit furcsán tudom kezelni, mert nem most kezdem érezni, hogy nyomot hagyott emberekben így 10 évre rá inkább. És köszönöm. Itt a jobb oldalon még egy kérdés. Nekem a kontroll, ahogy István mondta ezt, hogy egy ilyen külföldinek tűnő film, annak számomra mindig a kulcsa az ugye az operatőri munka. És ugye a Gyula addigra már ugye jól tudom megcsinálta a Hotel Splendidet Angliába, és ugye ezzel a tapasztalattal is jött vissza. Hogy mesélj egy kicsit azért az operatőri munkáról, mert én mindenkinek ezt mondom, hogy szerintem tehát az egész karakter is a megíráson túl a látványvilág, ami ugye az amerikai filmek szeretetéből is van, de hogy tényleg, hogy mennyi időtök volt ezután előkészíteni, mert ugye iszonyatosan nagy tereket világítottatok be, az mindig látszik, de nagyon szeretem ugye, hogy tele van kinoflóval, meg neonokkal, és hogy ilyen iszonyatosan erős is, meg sötét, tehát a sötétek is, meg a világosak is, amennyire benne van, de hogy mennyi időtök volt egyáltalán világítani mindig ebbe a szűk időkeretbe, és hogy, tehát ugye az előkészítés és ennek a technikai részéről is kérlek, hogy mesélj egy kicsit. Hát a Gyulának azt hiszem az egyik legerősebb tulajdonsága az, hogy ő fölismeri a helyzetet, hogy ha a metróban vagyunk, ő nagyon jól tudja, és 5 órát tudok forgatni, ő tisztában van ebben, szóval ő tudja azt, hogy most nem fog nekiállni 4 órát világítani. Egyébként a Koltainak a megáll az idő operatőri munka, ott volt egy elég erős már neon fények használat, ilyen, szóval ez nem egy igazán külföldi dolog volt, ez Magyarországon már elindult ez a fajta képi meglátás. Az én folyamatom a Gyulával a következő. Én leülök, és én kisztoribordozom az egészet. Kockáról kockára tudom, hogy mi a kamera mozgás, tudom, hogy hova ér a gép, tudom, hogy milyen közeléket akarok, és akkor leülök vele, először vele, mielőtt bárki mással beszélek, és megmutatom neki. És azt mondom, hogy általában 90%-ban, 95%-ban azt mondja, hogy ez zseniális. És akkor van egy 5-10%, hogy azt mondja, hogy figyelj, mi van, ha ehelyett ezt csinálod, vagy ehelyett ezt csinálod, és 90%-ban azt szoktam mondani, hogy az sokkal jobb, mint az én ötletem. És akkor megbeszéljük a palettát, a színpalettát, megbeszéljük nagyjából, hogy tonálisan mit próbálok elérni, szorongást, röhögést, mit akarunk abban a pillanatban elérni, és akkor ő világítással és egyébbel tudja ezt megerősíteni. De mondom, nekünk egy egészen különleges kapcsolatunk van, mert a Metallicán, mikor forgattuk, van egy benzinkút közel, egy benzintank közeli, hogy leesik a benzintank, és így folyik ki a izé belőle. Az egy kaszkodőri napnak a végén jött, ahol felgyújtottam egy csávot 3-szor. És nekem már ennyi volt meg a napa, mert én gyűlölöm a kaszkodőri munkát, és valami oknál fogva csak azt csinálom. És azért nem szeretem, mert nem akarom, hogy megsérüljön bárki. Én, ha valaki sír egy forgatáson, attól kibukok, nem akarom, hogy valaki eltörje a lábát, vagy megégesse magát. Csak annak a napnak a végén, miután felgyújtottam egy csávot 3-szor, már 12 óra munka után, azt mondtam, na menjünk már, és még volt hátra ez az egy snit, ez a benzin izé. És a Gyula az egy olyan erő, hogy nem adja föl neki mindennek, olyan kell lennie.
És mondtam, és én hajtom a stábot, én valahol saját első asszisztensem vagyok mindig. Na, menjünk, ki van, ne, szóval nyomom őket, és őt is nyomtam, és akkor odajött hozzám, és azt mondja, hogy ez normális vagy, itt vagyok a térdemen, érted, próbálom ezt a snittet, és itt ordítozol, hogy a fülembe, hogy menjél, álljál már le. És akkor félrehúztam őt, és mondtam neki, nézd, tudod, hogy szeretlek, tudod, hogy tisztelek téged, tudod, hogy ez a dolgom, hogy nyomjam, nyugodj meg. És akkor ő mondott valamit, én visszamondtam valamit, és akkor én sértődve mentünk más irányba, és akkor másnap mondom, és már ottunk, és mentünk tovább. Itt fent lenne egy kérdésem, igen, hogy az egész filmben uralkodik ez a neonos megvilágítás, és a végén, mikor a lányhoz oda megy, ott Google és várja, akkor és megváltozik. A napfény. Igen. És hogy ezt te szeretted volna, vagy a Gyula ötlete volt, vagy így közösen jutottatok erre a megoldásra? Hát az volt egy ötletem, hogy kimegyünk. Akkor rájöttem, hogy egy olyan misztikus világot kreáltunk ott lent, hogyha kijövünk, akkor ha nem valami nagyon stilizált, elszállt dolgot csinálok, nem fogjuk tudni, nem lesz az a megkönnyebbülés. És akkor amikor meghoztuk a döntést, hogy nem megyünk ki, akkor a napfény egyértelműen. Szerintem egy közös megbeszélés volt, de nem emlékszem pontosan. Már szóba jött ez a backstory-s dolog, és szerintem egy elég, szóval egy ilyen kulcspontja a filmnek, mert ugye ez az egyetlen pont, ahol vizuálisan nem, de mégis kilépünk ebből a világból, meg ebből a térből. Említetted azt, hogy megvolt a fejedben a backstory, ez, hogy mondjam, ilyen profi dolog, hogy tudom, hogy hogyan van, tehát megírod, de az a kérdés, hogy végül a filmbe beleteszed-e. Sőt, még azt is említetted, hogy maga a monológ az improvizáció volt. Most nekem a kérdésem az, hogy ez hol dölt el, hogy végül bekerül-e a filmbe, mert hogy hangulatban azért eléggé megtöri az egészet, és így felmerül a kérdés, hogy vajon kell-e bele, vagy sem? Vajon mennyire kell-e ez a csócsás, hogy mi történt a sráccal, vagy maradjon ilyen misztikus valaki? Én mindig akartam, hogy misztikus legyen, mármint ha arra beszélsz, hogy a Csányinak mi volt a szakmája, és mit csinált. Hát igen, hogy kiderül-e ez az egész, igen, hogy miért? Én ezt szeretem, mikor sejtelmes valami, mert azt gondolom, hogy elegánsabb egy rész, és pont ezeket a párbeszédeket én személy szerint élvezem. Ezek a sejtelmes beszélgetések hozzáadnak egy olyan érzést a filmhez, mindig segít, azt hiszem. Na, az amerikai filmek nagyon jól tudják csinálni, hogy tessék, itt van. Látod? Itt van. Nem látod? Mutatom. Még egyszer megmutatom neked, csak hogy biztosak legyünk benne. Én nem élvezem azt annyira. És ha van egy kis mágia, az mindig szép. A Kovács Lajossal volt egy kivágott jelenet, mikor megtalálja a Csányit szétverve, és beviszi őt, levágja őt, mert föl van akasztva, levágja, beviszi őt, lefekte, vagy leülteti. És akkor volt egy etetés jelenet, hogy ad ételt neki. És ez a fajta gyengédség, hogy te valakit megetetsz, ugye, szóval kit etetsz meg, vagy a gyerekedet eteted meg, vagy talán az öreg szülődet eteted meg, de az egy ilyen intim dolog, és egy szép jelenet volt, és jól működött, de érzés, azt hiszem a válasz a kérdésre érzés, mert betettük, és valahogy nem. És sokszor ezek a döntések, ez nem egy matematika, hogy azt mondod, hogy ezt összeadom, és nem jön ki, hanem csak gyomorra tudsz hallgatni. És a válogatás is egy olyan dolog, mert attól, hogy nekem iszonyúan tetszik a Balla Eszter, nem biztos, hogy neked fog tetszeni a Balla Eszter, de reménykedsz abban, hogy a te ízlésed mégis jó döntést fog hozni. És te, mint filmkészítő végül is, miből tudsz kiindulni, csak is a saját ízlésedből. Tehát akkor ez már viszonylag korán így a forgatás alatt közben eldőlt benned, hogy akkor ez így bekerül. Nem az volt, hogy ez a plusz snit, ami majd bekerül, vagy sem? A vágószoba, a vágó az a nagy úr a végén, mikor ott a vágószobában ülsz. És a másik dolog, hogy volt egy nagyon nagy luxusom a kontrollal, hogy 8 hónapig vágtam. Azóta csak a Metallicát vágtam ilyen sokáig, általában van 10 heted, és az, hogy tudtam vágni 6 hónapig, és aztán fölállni, nem azért, mert én akartam, hanem a Király Pistinek más munkája volt, és azt mondta, hogy figyelj, most kell nekem más csinálni pár hétig, és muszáj volt nekem ellépni az anyagtól. De az a lehetőség, hogy friss szemmel
3-4 héttel később visszamenni és megint megnézni, az egy tanulságos dolog, és sok minden kiderül olyankor. A Neo az hogy jött a képbe így a film folyamán? Itt vagyok. Igen. A együttes, akik... Igen. Én rajongójuk voltam, és bár az elektronika zene akkor nekem, ez nem igaz, hogy nem tetszett, mert a Chemical Brothers, az őket nagyon bírtam, és voltak abban az időben én elég cool elektronikus zenék. Nem tudom, a Neo képviselt egy iszonyú minőséget, szóval egy iszonyú tehetséges, világszintű zenekar volt elsősorban. Másosorban ez az egész elektromos érzés, ami a föld alatt van, az úgy valahogy nagyon passzolt az ő zenéjükkel, és mikor megkerestem őket, akkor úgy lelkesek voltak, és akarták csinálni, ami szóval nem csak a Control, mint film, a legjobb filmem, de azt hiszem, hogy az a soundtrack, az egyetlen egy soundtrack, amit én szívesen magánemberként berakom, és meghallgatom, mert annyira jó lett. De szerencse, a filmisten rám mosolygott ez a válasz, így tudtam ezekkel a srácokkal dolgozni. Szia, azt mondtad, hogy mindent végig storyboardozol. Igen. És én azt szeretném megkérdezni, hogy a filmnek az egész filmen átívelő hangulatát, azt hogy képzeled el előre? Ez is megint egy jó kérdés. Mostanában kezdek kicsikét tudatosan valahogy a ton, jó, mindig is ebben kell foglalkozni, mert ez maga az emóció mesének az átadása, az kell tudni, hogy most röhögünk vagy sírunk, szóval nyilván ilyen téren ez mindig megvolt. De játék közben is, tudod, ahogy a színész játszik, ahogy annyi finomság be tudja ezt folyásolni, és viszont mikor ott vagy a végén, és a zenéket kezded rárakni, az nagyon, érted? Ezt a közelít most fölveszed egy ilyen ding-ding-ding-ding zenével, vagy egy az két teljesen más hangulatot fog kreálni, de az is fog más hangulatot kreálni, hogy ide teszem a kamerát, vagy ide teszem a kamerát, szóval végig ezen jár a fejed, hogy most mit próbálunk elérni ebben a jelenetben. És akkor azt szerint tudsz komponálni, azt szerint tudsz színészt instruálni, azt szerint tudsz a zenekarra beszélni. Köszönöm. Szia! Az interjú elején volt szó a pénzügyekről, és érdekelne, hogy mint rendező mennyire van beleszólásod a költségvetésbe, illetve a forgatás alatt, ha még van új ötlet, és ehhez még kell pénz, akkor mennyire tudod a producerekből ezt kicsikarni? Köszönöm. Hát én próbálok kimaradni ebből a kérdésből, mert elég nehéz, és elég sok dolgunk van, anélkül, hogy ezekben belebonyolódjunk, de annak ellenére érzékeny vagyok erre a témára. Én mindig mondjuk reklámokból megtanultam, hogy más emberek pénzével szórakozol, szóval tedd oda magad, hogy a 12 órán belül behozod a forgatást. Annak ellenére az a legfontosabb, hogy az anyagban meglegyen, és ha értelmes emberekkel dolgozol, akkor tudsz hozzájuk fordulni, és azt mondani, hogy srácok, én tudom, hogy megígértem, hogy 12 órán belül meg fogom csinálni ezt, de mivel van tapasztalatom, és mivel csináltam ezt egyszer vagy kétszer, már látom, hogy nekem 14 órára lesz szükségem. És ha egészséges és normális emberekkel vagy körülvéve, ők producerek általában segíteni akarnak neked. Producerek általában azt akarják, hogy a filmkészítő megkapja mindazokat az eszközöket, és mindazokat a körülményeket, hogy minél szebben és jobban tudjon dolgozni. És szóval próbálom ezt tiszteletbe tartani, de ugyanakkor minél korábban tudok kommunikálni gondokat, minél korábban tudok kommunikálni nekik olyan észrevételeket, amik agályokat okoznak nekem, annál jobb. Egy kommunikáció ugyanúgy, mint a színésszel, ugyanúgy a producerrel kell kommunikálni. És a jó fej, akkor segít. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyit változott a... Nem a film, hanem a fejedben a sztori, amikor először mentél le a metróba. Mert hogy tehát nyilván a megállókban mindannyian jártunk már, viszont ti jártatok olyan helyeken is, ahol sokan, nagyon sokan még nem jártak. Igen. Mennyit változott akkor így a sztori, vagy a fejedben a világ? Mindig egy ilyen emeltebb, furcsább világot akartunk kreálni, ezért mikor találtunk például azt az iszonyú nagy kiszívó valamit. Pont emiatt. Hát az nem volt megtervezve. Megláttuk azt a helyszínt, megírtuk azt a jelenetet arra.
mert az annyira egy gyönyörű, szép látvány. És volt még egy-kettő, ami még, és van az a bizonyos Kádár alagút, arra is próbáltunk bejutni, de oda nem engedtek. Misztikus hely egyébként, és egy csomó furcsaság, de valóban ugyanúgy, ahogy mondtam az előbb, hogy kitalálsz egy snittet, de mikor megérkezel a helyszínen, és látod, hogy hú, erre az asztalra nem számítottam, vagy valami akadályozza, vagy valami szebb lehetőség van, akkor alkalmazkodsz. Tolsó kérdés, kb. Onnan fentről, aztán majd még lesz egy délutánunk. Na jó, utolsó kettő, jó? Szerezz egy mikrofont is. Nekem már van egy, szóval kérdezem. Akkor mondjad. Kevésbé kontrollos kérdés talán, de az a kérdésem, hogy a kontroll előtt volt-e neked olyan film vagy rendező, akire azt mondtad, hogy na, én ilyen filmet akarok csinálni, akire volt. Felnéztél? Volt volt három film gimnáziumban, szegény édesapám azt hitte, hogy beteg vagyok, mert minden nap néztem őket. Az a Szárnyos fejvadász, a Mechanikus narancs, és a Taxisofőr. Az volt az én trilógiám. Akkor mindent értek. És és a szegény apám, mikor hallotta a Singing in the Rain-t, akkor azt hitte, hogy nagyon beteg vagyok. És akkor Coen Brothers. Szóval a Coen fivéreknek akkor volt a Miller's Crossing, Raising Arizona, Barton Fink, ezek pont akkor jelentek meg. Az is nagyon nagy hatás volt rám, szóval én a Coen fivéreket imádtam. Terry Gilliam, Time Bandits. Szóval azt elpróbáld adni azt a filmet a stúdiónak, és avval kezded, hogy hét törpe a főszereplő, akik időutazók, így rúgnak ki téged, és nem jössz vissza. A helyszínen is akartam kérdezni, hogy ez hogy nézett ki, hogy... Ja, bocsánat, itt megint fönt. Igen. Voltak ilyen alkalmak, amikor így lemehetett a csapat magja, és akkor itt sétálgattatok föl alá a titkos helyeken, vagy ez hogy nézett? Mikor helyszíneltünk? Igen. A metró az mikor már megengedt, mikor Abba Botton kijelentette, hogy segítünk, onnantól kezdve tényleg ott voltak, és mindenhová beengedtek, mindenbe segítek, mindent elmagyaráztak, mindenki szokást megismertük, hogy ha egy csapat megy le a sínre, tudod, van egy ilyen áramtalanító gomb, amit meg kell nyomni. És független attól, hogy a csávó előtted megnyomta, minden egyes embernek meg kell nyomni azt a gombot. Szóval ezek a kis szokások, ezek a finomságok, ezek érdekesek voltak a helyszínen, és ott volt a Gyula, a Huyber, aki a diszlet volt, ott volt velünk a Marton, aki a világosító volt, ott volt velünk a Janicek, az első asszisztens, Hutvasa, és még akik kíváncsiak voltak, mert nyilván mindenki kíváncsi arra, hogy néznek ki azok az alagutak belülről. Mennyivel nagyobb a metró, mint amennyit látunk belőle? Mennyivel? Hát Bécsig megy, de ezt erről nem szabad beszélni. Nem mondhatod el. Oké, vettem.